Horgoson sétálgatva, széles utcákon, különös hangulatú tereken, egy ódon de romos épület előtt elfog bennünket az érzés, hogy a falakon át, a zsalogáterek sötétjén hangok szüremlenek hozzánk. Hol elhalkulnak, hol felerősödnek, s általuk hirtelen körvonalazódik egy letűntnek vélt világ. A Kárász kastélyt, a valamikor impozáns épületet jó részt eltemette az idő. Éppen csak a neve maradt ránk. Az emlékezetvesztés korszakában az építészet a nyelv mellett önismeretünk egyik kútfője. Híd szerepet tölt be a múlt és jelen között. Mert az épületek nem csak tégla, kő és fából állnak. Azt teszi mássá, hogy éppen mi élünk bennük. Így emlékeink, életút és taposópontjaink teszik számunkra kedvesekké, mással nem pótolhatóvá. Életünk tölti meg tartalommal, értelemmel. A kastély fényes történeteket őriz a horgosi Kárász földbirtokos család életéből. Benne vannak örömük és bánatuk, visszahozhatatlan pillanatai. Sorsukat egy régi énektöredékkel világíthatjuk meg. A régi dolgokból ezer a levegőben van elszórva, ezer a hóban eltemetve, ezer a sírokba szállott, a negyedik ezret pedig a szolgaság veszélytette el. 1995-ben ünnepeltük a templomunk 200 éves évfordulóját, és ebben a megemlékezésben különösen arra törekedtünk, hogy ennek a helységnek, az egyházközségnek, de magának a helységnek is a történelmét egy kicsit fölkutassuk és utána járjunk. És ekkor láttuk azt a végtelen nagy gazdagságot, kincseket, amiket a Kárász család és ez a nép, aki itt él ebben a helységben, együtt fölépített és áthagyományozott a mi számunkra. Ami szép volt, ami jó volt, azt meghagyjuk. Ez a Bencz Mihálynak a versének az egyik szakasza, ami még az eszembe van. Ami szép volt, ami jó volt, beleférne 5-6 napba, a többit a gonosz végzet rút kezével elszaggatta. A legutolsó horgosi földbirtokosnak, Kárász Imrének 5 gyermeke született. A legidősebb Ilona, aki Anna nővérként elment apácának, majd István, Menyhért, közülük a 2 legfiatalabb él még, Miklós és Margit. Sohasem gondoltak arra, bármilyen mostoha is volt sokáig a sorsuk, hogy elhagyják szülőhelyüket. Az imént Kárász Ilona, Anna nővér hitvallását hallhatták hangszalagról, az Újvidéki Rádió riporterének nyilatkozott. Testvéreivel együtt annak az ismert angol mondásnak a szellemében nevelték, hogy megéri jónak lenni, hiszen nem attól függ az ember, milye van, attól függ, milyen belülről. A szülők sok gondot fordítottak arra, hogy gyermekeik ismerjék és megőrizzék az élettel megajándékozott családi múlt összetartó melegét. Olyan kincs ez, ami eltulajdoníthatatlan. 1740-es években Kárász Miklós, az akkori földes úr, megvásárolta Mária Teréziától 15 ezer forint értékben ezeket a területeket, és elindult az újratelepítés. Jó tudni talán azt, hogy Horgos 1241-ben a tatárok áldozata lett, ez a kis település, ami mindörökre megőrizte az elnevezését, és amikor Kárász Miklós megvásárolta ezt a területet, elindult egy új, egy csodálatos fölvirágozása, a betelepített emberekkel együtt újra szervezte az életet. Fontos lenne talán megemlíteni azt, hogy a helység neki köszönheti a templomát, neki köszönheti ezt a rendezett életformát, magának a településnek a berendezését, a fő utcákat, a széles utcákat, amiről Horgos mind a mai napig talán egyedileg tanúskodik itt a mi kis életterünkben, helységünkben. A Kárász család éppen arról volt híres, hogy mindig jó gazdái voltak a falunak. És akkor jöttek elő azok az érdekes történetek és események, amit a család maga nem hirdetett, de hát közkézen forogtak, hogy mindenki mondta szájról szájra. Nekem kapóra jött, amikor tanítottam olyan anyagrészeket, ahol valahol a falu meg egy személyiség kapcsolatáról van szó, amikor Mikszáth Kálmán féle néhai báránynál jött elő, nagyon előjött, mert ott épp arról volt szó, hogy Palócföldről valók, ugye Palócföldnek a történetével kapcsolható össze, viszont a horgosi népnek egy része Palócföldről való, és pont a Kárászok telepítettek sokat közülük be. Aztán lassan-lassan beszivárgott mindig valamilyen adat, és akkor derült ki, hogy a
irodalmi mű kapcsán nekünk valóságos történetünk van. Gyakorlatilag én 45-ben születtem, akkor már nem volt a miénk a ház. A régi eseményekről a szülők elbeszéléseiből értesültem, és az úgy meg is maradt bennem, mert ez volt ugye a szülőknek az egyedüli, amit tovább tudtak adni. A régi török előtti időből a mai Romániának a déli részén Karánsebesről származtak, aztán Szlovákiába került az utód, és utána pedig a Szlovákiába éltek, és utána pedig Szegeden, és Szegedről jött ide a család. A Kárász háza szegedi klasszicista építészet legérettebb, egyszerű, de monumentális alkotása. Kiemelkedő szerepe van a Klauzáltér kiegyensúlyozott hatásában. Donga boltozatos kapualja és udvara hangulatos. Függő folyósóját ízléses, kovácsoltvas rács díszíti. A Kárász ház arról nevezetes, hogy Kossuth Lajos 1849. július 12-én ebben szállt meg, és 60 ezres tömeg előtt mondta el utolsó nyilvános hazai beszédét. Itt szállt meg 1857-ben Ferenc József is, Kárász Benő vendégeként. Az épület erkélyéről jelentette be 1918. október 31-én a Szegedi Nemzeti Tanács a város népének az őszi rózsás forradalom győzelmét. A hagyományoknak megfelelően 1919. június 2-án Károlyi Gyula ellenforradalmi kormánya is itt hirdette ki megalakulását. A címer, az volt valami címer a padláson, amiről mi nem tudtuk, hogy az, azt hittük, hogy valami pajzs, és párbajoztunk, meg nem tudom, miket játszottunk vele, mire aztán leparancsoltak bennünket. A címer még Karánsebesből eredő, tehát magán a heraldikai szempontból ugye címer pajzs nélkül nincs. A pajzsban pedig helyet foglal a főjelkép, a kárászhal, amelyik a Kárász folyóból dugja ki a fejét. Felül két csillag található, ami pogány jelképek, aztán alul pedig három halom, ez is a magasbatörést jelképezi. A halomból még elő föltör három tölgyfa, ők három tölgyfa alatt ülve hoztak meg törvényeket. Fölül van a korona, és körül a címerpalást, vértezett mögül előtörő iringó, ami a védelmezi az egész pajzsot. Kicsit keményebben nevelődtünk, gondolom, mint a falubeli gyerekek, mert azért meg kellett azt is tartani, hogy a név kötelez. Becsületesség, hogy nem volt szabad ellopni dolgokat másoktól, meg hazudni, meg nem tudom, őszintének kellett lenni. És ez azt hiszem, ez megmaradt. Régen például, amikor ide jöttek a szüleim, akkor májusban jött az édesanyám, mint mennyasszony, és megmutatta az édesapámnak a kertet, és akkor virágoztak az orgonák. És ez tele van spanyol orgonával a kert. Még ma is léteznek ezek a spanyol orgonák, ami nem olyan orgona, mint a házaknál ismert, hanem egy olyan lazább, egy olyan széteső valami, és rettentő erős illata van. Ezt mesélték ők. És aztán a karácsonyok, azok is nagyon szépek voltak. Mikulások. Milyen? Hát én, mint legkisebb, ugye én hittem legtovább a Mikulást, az édesapám fölöltözött Mikulásnak, és jött. És én szentül meg voltam győződve, hogy az égből lejött a Mikulás, és jött hozzánk. És mindaddig rá, nem jöttem rá még egyszer. Bementem, mikor ő félig volt fölöltözve, lent már Mikulás volt, fönt még az édesapám volt, és akkor vége volt. Aztán többet nem jött, csak az ablakba, és aztán nekünk lehetett fölöltözni, és mi mentünk a faluba a gyerekek köz Mikulásnak. Az első világháborúig virágzott itt a birtok, prosperált, de most utána, ugye, mink a család magyar állampolgár volt, Szekalmon éltek a nagyszülők, szüleimmel együtt, ugye, és 1930
Ba jöttek vissza ide. Akkor nagyon tönkre volt téve a birtok is, kastély is. És a 40-es években akkor virágott megint föl, akkor föl lett lendítve. De nagyon sokat sikerült apámnak megcsinálni. 44 az volt egy kritikus év, ugye, hogy a háború sok mindent megint tönkre vett. 45-ben aztán ugye elvették. Az oroszok, amikor bejöttek, ugye, egy orosz katonatiszt ugye kereste a földes urat, búzsúj, valami ilyen. És hát apámmal kereste a katonatiszt, hogy hol van az úr. Hát apám még egy sovány, szikár ember volt, ez a katonatiszt pedig elképzelte valami kövér, ugye. És hát végignézték az egész kastélyt, hogy hol bújkál, végül aztán apám azt mondta, hát én vagyok az. És erre a katonatiszt intett egyet a kezével, abbajt, nem bántottak bennünket. Az is egy ilyen kis történet, ami apámnak a bátorságán is múlott. Személy szerint én nekem ez a ház egy idegen, és az az én családi házam, mert én ott nőttem föl, mint gyerek, arra emlékszem. Az is elég szép nagy ház, mert az ős az úgy volt vele, hogy az intézőnek is egy szép nagy lakosztályt épített. A gyerekek miatt nem lehetett nagyon elkeseredni, és nem lehetett másra gondolni, csak az, hogy mi lesz a másnapi betévő falat, meg hogy legyen tető a fejük fölött, és ez volt. És mivel, hogy vallásosak voltak, szerintem ez nagyon segítette őket a megmaradásért. Nem hagytak bennünket éhen halni, mert mindig volt valami. Mikor már úgy volt, hogy elfogyott, akkor egy másnapra már ott volt az ajtóban. Volt, mikor nem is tudtuk, hogy ki hozta. Egy oldal szalonna, vagy egy bödön zsír, vagy valamilyen, úgyhogy mindig volt valami. A családnak a minden gyerekét, családtagét úgy nevelték, hogy sose az legyen, hogy mi mások vagyunk, egyformák bárkivel, és hogy mindig mosolyogni kell, és hogyha kell segíteni, akkor segítsetek bárhol, és ebben a szülők adták a példát, illetve a családtagok adták a példát, és akkor mesélték, hogy bizony a falu viszont valahol ezt megérzi, ezt az emberi magatartást, mert volt egy ilyen történet, amit elmesélt az egyik kisfiú, hogy azt mesélték, hogy amikor Ilona járkált a piacra, vitte a virágokat, ezt, hogy nagyon kedvelték, mindig elfogyott minden, úgyhogy sose maradt nála meg a virág, és hogyha elfogyott valami a kamrából, már hát ők is megszorultak, mert ugye mindenüket elvették, akkor mindig volt, aki kisegítette őket. És akkor előszedték a történelmet, hogy annak idején azért maradhattak itt, mert ők is a szerb lakosokat segítették, amikor a háború idején volt ez a megszorult helyzet. Talán ez egy kiváltsága volt ennek a családnak, hogy nem roppant össze, nem tört meg. Az egyik legérdekesebb leszármazott, aki maga tisztelendő nővér volt, Kárász Ilona, aki Anna nővérként szolgált, hosszú ideig itt az egyházközségben is kántorkodott, mielőtt tisztelendő nővér lett volna, és azután, amikor szerzetesnő lett, a szomszédos Martonoson élte végig szinte szerzetesi életét, de mielőtt tisztelendő nővérként kezdett volna el működni, a falu gyermekeit gyűjtötte maga köré, mint egy igazi nagymama. Az Ilona nénivel gyermekkoromban ismerkedtem meg. Édesanyámmal együtt jártak iskolába, iskolai barátnők voltak, és sűrűn-sűrűn, mikor ment a boltba, bebetért hozzá. Nagyon sokat játszott velem, papír figurákat vágott ki nekem, tanított rajzolni, tanított németül, és később is aztán, amikor iskolába kezdtem járni, hozzájártam legszívesebben német órákra. Nagyon barátságos volt, az soha nem panaszkodott, mindig jó kedve volt, mindig mosolygott, és mindenkit vigasztalt. Én mindig el voltam keseredve, mert nem volt anyukám, és akkor mindig vigasztalt, hogy nem baj, majd ha megnősz, akkor lesznek gyerekeid, és majd ilyen jó lesz akkor, az mindent kárpótol. A gyerekeknek karácsonykor, húsvétkor mindig az ablakpárkányon volt a csomag. Be volt öltözve karácsonykor, meg Mikuláskor, Mikulásnak, a kis húga, Margitka, az volt a Krampusz,
És akkor jöttek a gyerekekhöz, mint a Mikulás, meg a Krampusz. Margitka csörgött a lánccal, Zilona megmondta, a Mikulás bácsi mondta neki, hogy te üljél a sarokba, mert itt jó gyerekek vannak, rád most nincs szükség. Mindennek nagyon örültek. Csoda emberek voltak. Olyanok nincsenek ma már. Olvastuk mi a Tüskevárat, meg a Fekete Istvántól, igen, és volt még a Gionárdónak a károkat, amelyek még nem jöttek vissza. Na most, ami meglepte a gyerekeket, főleg a mai utolsó generációnak volt ez egy furcsa, hogy magázzák a fölnőttek, pontosabban a pozitív szereplők, akik legtöbbre becsülhetők, magázzák a gyerekeket, a legkisebbet is. És akkor megint előtérbe került, mert megint volt gyerek, aki hozta a hírt, hogy nekem azt mondta apukám, hogy a Kárász grófék is magázták egymást, a gyerekeket is. Na és ez olyan furcsa volt, hogy a gyerekek föl, hogy a gyerekeket magázzák a szülők, hogy milyenek azokkal. Irodalmi mi megismertük, hogy aki becsüli fölemelni a gyermekét olyan szintre, hogy társ neki, és ebből a gyereknek is ad egyfajta tartást, az megteheti, és ez nem nevetséges. A Rákóczinak a történetével foglalkoztunk, hogy ő a legnagyobb énségében is tudott valamit kezdeni, a tudásával tudott faragni. Ő saját maga faragta meg a székét. Hát végül is itt is megtörtént, mert nem kell messzire menni, nekünk megint el is van egy jó példánk, mert a Kárász gróféknak is, mikor az történt, hogy mindenük elveszett, akkor sem maradtak munkanélkül, mert a munkakedvük megmaradt, becsületüket megőrizték, és ő az, aki a falunak olyan ügyes nemesítéssel, olyan paprikát adott, hogy világhírű lett a horgosi paprika. A vitamin paprika a gyárából profitált legtöbbet. És akkor meséltek emberek, hogy hogyan egyszerű hétköznapi gyalog módon hogyan nemesítette a paprikát a szemük láttára, hogy a beporzásokat hogy végezte, volt egy ilyen saktábaszerű valamilyen kis kisletező telep, és az asszonyok mesélték, hogy nézték, hogy nyitogatja, csukogatja a virágnak a szirmait. Ez az egész hétköznapi, de nagyon érdekes meséket hallottam, és akkor a gyerekek ezt mind lejegyezgették, úgyhogy így ezeket a történeteket mi összeszedtük. Kastélyból a nagyszülők és a dédszülők elmentek Szeghalomra, és a kastély egyedül volt, akkor a szekveszter vette át a kastélynak az irányítását, az intéző, az itt lakott az intéző lakba, ő a birtokot vezette, akkor elég nagy tombolás ment a kastélyba, ilyen mulatozások, és a elöljárók feleségei, vagy nem tudom kik, levették a plüssfüggönyöket az ablakokról, és estéruhákat csináltak maguknak, és abba tündököltek a bálon. A cigány vajda az mindig jött a már háború után, a II. Világháború után időszakban nagy csoport cigánnyal fáér a kastélyba, és akkor ugye már nem a miénk volt, de mindig bejelentette, a gólya cigány, ez volt a neve, nagy kard volt az oldalán, és azt mondta, hogy jöttünk, nagyságos úr, fáér. Azt mondja, apukám, jó van, menjenek, csak azt mondja, de csak a szárazat vigyék. Tudta ő, hogy viszik az élőfát is, és úgy mentek a cigányok. Persze a cigányokat aztán katonák zavarták ki, mert akkor még a katonaság volt a kastélyban. Amit a közösségnek, az itt élőknek ajándékoztak, a Kálvária például, ami az 1800-as évek vége felé Kárász Imréné gróf Batthyány Karolina az akkori kalocsai érsekhez fordul, hogy engedélyezze az akkori, valamikori fából készült stációknak az áthelyezését és fölcserélését szilárd alapú Kálvária fölállításába. És az érsek ezt nagy örömmel elfogadja, jóvá hagyja a területet, és maga a terület is egy nagyon érdekes. Ahova elkészítik a Kálváriát, Jézus szenvedés állomásainak a stációjait, ebből a térségből készítették a templom számára a téglát, innen verték. Itt egy nagy tó volt, ezért a grófnő fölvette ezt a tavat, földet hozatott, és azután fölállította a ma is álló Kálvária stációjait. Az állandó adakozásnak, ajándékozásnak, a közösségét egy szolgálatnak a szép példája ez. Vagy talán megemlíthetném itt a templom szomszédságában lévő árvaházat, amit Fehérváriné, született Kárász Karolina építetett az 1905-ös évben. A bácskai miasszonyunk nővérek egyik legszebb és talán
legrégebbi árvaházát ezen a térségen. A Kalocsai iskola nővérekhez tartozva abban az időben, ez az akkori Magyarország harmadik árvaháza volt, ahol a nővérek árva leányokat gyűjtöttek össze a helységből és a környező helységekből, és jó édesanyákká nevelték őket, hogy családanyák tudjanak lenni, meg tudjanak élni egyszerű foglalkozásokból, akár úgy, mint szakácsnők, varrónők, tisztességes élettel tudják kitartani a családjukat. Mikor beléptem a zárdába, azt mondták, úgyse fogom kibírni. Mondom, olyan nehéz és olyan fáradtságos, mint ami kint volt a világban, az itt, ideben sose nem lesz nekem. És úgy is van. Sokkal nehezebb volt kint. Ugye beteg szülők, kis testvérek, akkor mikor testvérek megnőttek, megnősültek, férhez mentek, akkor az unokák, meg a mindennapi munka, ugye, főzés, mosás, takarítás, kert, piacozás, na soroljam még, kapálás. Hát itt is megvan mindaz, csak kicsibe. Hát otthon nagy kert volt, itt meg szerencsére olyan pici, hogyha nekifutok, már most nem tudok futni, akkor rögtön át, 5 perc alatt átérek a túlsó végére, olyan pici, ugye. Mint most, ahogy bot nélkül nem tudok sehova se eljutni, hát éppen így van a mai ember. Nem találja azt a bizonyos botot, amivel föltámogathatná magát, ahova köllene. Vagy nem meri, vagy nem is tudja, hogy hogy kell csinálni. Ez a nagy baj. Mert sok ember azt hiszi, hogy elmondom azt a mi atyánkot, üdvözlégyet, annyit meg annyit, és akkor az elég. Nem, hát ez nem úgy megy. Az Úristen éppen úgy vágyik az embernek a társaságára és a bizalmára, mint ahogy az ember az Úristenére, ugye? Csak nem találják meg a hangot. És ha ebben sikerül segíteni, miért ne? A család nemzedékről nemzedékre az egyháznak és a katolikusságnak is a támogatója volt. Ugyanakkor függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségek keveredtek az itt élők közé, mindenkivel a jó baráti kapcsolat kiépítésére törekedtek. Ezt különösen abból a hagyományból láttuk, amikor a szomorú tragédia bekövetkezett, amikor elvették a vagyonukat, a birtokaikat. Kárász Imre, az akkori birtokos, nem akart semmilyen módon elmenekülni erről a helységről, hiszen jól tudta, hogy minden emberrel emberséges kapcsolatot épített ki, és ezért itt maradt az emberek között, vállalva akár azt is, hogy földön futó, hogy nincs telen életet él, bízott az emberek megbecsülésében, ami mindvégig egész a haláláig körül övezte. Apámnak volt kérése, vagyis akarata, hogy a Horgosi népi temetőbe temessék a Kárász családot, mivel, amint említettem, a kripta tele volt. És akkor a szülőket Szent Mihály lován, tehát a népből fiatal emberek vállukon vitték a koporsót. Hát igen, ez így néz már ki csak. Valamikor itt voltam gondnak, 14 néhány évig, körülbelül 15 évig. Tavaly nyáron történt ez a kis szörnyűség, amikor összedült az egész tető. És akkor egyszer csak hallottuk a nagy röccsenést, gondoltuk, hogy ez történik. Szaladtunk befelé, mire bértünk, a nagykapun gyerekek már kint voltak. Örültünk nekik, hogy senkinek semmi baja nem lett. Ezt az épületet elhanyagolták végül, és ez meg lehetett volna menteni, hogyha időben kellő pénzt ráfordítanak. Csak valahogy így a rendszerbe ez elveszett. Nem volt konkrét gazdája. Ez tönkre fog menni, össze fog dőlni. Nagy kár érte, igen. Pláne így, hogy így benne is laktunk 10 évig, így valahogy kicsit a történelem részévé váltunk mi is. Számunkra szomorú, hogy az értékeink egyre jobban pusztulnak és elvesznek. Itt most azokra az értékekre gondolok, amik épületekbe van jelen közöttünk, de talán még szomorúbb, hogy az ifjúságunk hagyja el ezt a közösséget. Jó lenne valamilyen módon megőrizni az épületeinket, amik hirdetik az összetartozásunkat, a jelenlétünket, magyarságunk értékeit,
mint ezt a barokk kastélyt is itt Horgoson, a Kárás család szép és meleg otthonát, ami nem csak a családnak, hanem az egész közösségnek életet és nagyon sok örömet adott. Nagyon sok régi fa volt található annak idején, most már szinte semmi nem található még belőlük. Volt egy nagyon nagy japánok, hát azon fogócskáztunk, mászkáltuk, egymást zargattuk, sokszor le is estünk. Akkor volt ott még, azt hiszem, az megvan egy egész ilyen megdőlt vadkörtefa. Kárász úrnak az édesapja, ő telepítette ezt a parkot. Annak idején nagyon sokat járt Amerikába, külföldön és minden úgy soráról sok növényritkaságot hozott haza. Mindez mellett még a Szarvasi Arborétum telepítőjével, Bolza Pepivel is nagyon sok növényritkaságot cserélt, és ezt mind itt meghonosította Horgoson. Ez a fa arról a japán akácról való, ezt a 70-es évek közepén két csuhan gyerek oda járt dohányozni, és unalmukba fölgyújtották, és a fa teljesen tönkrement. Ezt az ágat két éve találtam meg a kastély pincébe, és úgy határoztam, hogy ha ennyi megmaradt, akkor legalább ezt megmentem, mert nagyon sok gyerekkori élményem fűződik hozzá. Úgyhogy a mostani fa az csak egy fa törzs, amiből nagyon sok vékony ágál ki szinte, imádkozva az emberekhez, hogy ne bántsatok, ilyen kárt ne csináljatok többet. A kislányomat még kicsi korába vittem oda ki, mert oda kívánkozott, ott ette még mindig a délutáni uzsonnáját, van egy ilyen görbenyakú fa, és az ilyen helyen az embernek úgy fantáziája meglódul, és a gyerekek kitalálnak mindenféle történetet hozzá. Úgyhogy annak a fának bizonyára van egy 5-6 féle története. Akkor mesélte az egyik kislány, hogy a tatája mesélte neki, hogy ezt a fát akkor ültették, amikor valamelyik kárászlány, aki nem akart férjhez menni, ahhoz az udvarlóhoz, aki éppen udvarolgatott neki, és valahogy megoldotta, hogy kijátssza ezt a házasságot, és örömében, hogy neki ez sikerült, elültette ezt a kis fát. A nagynéném, anyu testvérje, ő látta, hogy ez a téma nagyon érdekel, és mi folyamatosan cserélgetünk egymással növényeket. Ő nekem rendszeresen ajándékozott, és akkor én azokat elültetem a kertben. És akkor nem tudom, valahogy szóba jött a kastély parkja, a Horgosi Kárász kastély, és akkor én, mivel érdekelt, akkor én lerajzoltam vele, hogy eredetleg hogy nézett ki, és hogy milyen növények alkották magát a kertet, a parkot. És mi csináltunk egy részletes tervet az ő emlékei után. 96-ban megtaláltam a nagyapám terveit, és ezekből született meg valójában a kastélypark tervrajza. Hát azok a régi fotók, azok minket folyamatosan végigkísérnek, mert mi azokat a gyerekkoromtól kezdve mi állandóan nézegettük, és úgy folyamatosan jöttek elő, és mindig újabbakat találtunk. Ilyen panorámaképek készültek, és ahol nem volt fotó, ott a másik oldal az ilyen képzeletből, vagyis csak a terveket nézve született meg. Ha egyszer esetleg visszajönne a kastély, akkor vagy mi vagy, nem tudom, vagy valaki, hogyha esetleg a falu vállalna, akkor a terveket föl lehetne használni a park rekonstrukcióhoz. Ez az én keresztem, amit hordani kell, hogy nekem parkot kell építeni. És ez már nem az első terv vagy park, amit építek. Ezek a nagyanyám a Lónyai Márta fotói, amiket ő a férjével együtt tett kirándulásaik alkalmával fotóztak. Itt a Kárász rokonság, aki benne van egyes fotókon, amiket lehet látni, és itt a Horgosi vagy a Szeghalmi kastély különböző részletei. Majdnem mindenki rajzolt vagy festett.
szinte nem is tudom, hogy ki nem. Mármint az anyu oldaláról. Mi ketten, akik tovább visszük ezt a vonalat, mármint a festészetet. Valójában a nővérem hát ő restaurátorként végzett, és akkor neki most nincs ideje a család miatt a festésre, és ő ritkábban foglalkozik, de hát én nekem viszont van, én folyamatosan dolgozok a kert mellett, a kertészkedés mellett. Valami puszt tudott adni az őseimnek a tevékenysége és az ő, mit tudom én, törekvésük, ami bármilyen helyzetben is ilyen rendületlenül, és akkor is csinálták tovább, hogyha nem sok értelme volt. Mondjuk ez az, amit lehet, hogy máshonnan nem tudtam volna megkapni. Esetleg valami más közegből. A Kárás családnak talán ez lenne az üzenete a mi számunkra, hogy azt, ami érték, talán ebbe az értékbe benne vagyunk mi mindannyian. Ott, ahol vagyunk, ott kell megőrizni. És ott kell tovább fejleszteni, tovább építgetni, adni önmagunkat. Talán akkor is, amikor ez nagyon nehéz. Amikor nem is akarják elfogadni azt, amit az ember szívből vagy jó szándékkal ad, de érdemes adni, mert emberséget nagyon nehéz, vagy talán lehetetlen vásárolni. Ez bennünk növekszik föl, és ezt csak tovább lehet adni. Ez a fotó, ez a nővérem lányáról, ez kb. Egy ilyen, most itt 8 éves lesz, hát ez 4 éve készült róla. Itt a 101 néhány éves fotó mellett, aki pedig az egyik ősünk volt. A festmények, a portrék egy olyan korokon átívelő család megfakult, megkopott, de el nem felejtett emlékeit idézik meg, amelyről a közelmúltig viszonylag keveset hallottunk, de amely épp úgy része magyarságunknak, emberségünknek, mint a letűnt századok egyéb ránk maradt hagyatéka.